Sziasztok! Mi vagyunk Nagy Betty és Kali László, és valójában mi utcazenészek vagyunk, és már körülbelül, nem tudom, 7 éve? 7-8 éve toljuk együtt a szekeret, és milyen stílusban toljuk valójában? Szerintem egyébként ilyen, viszonylag ilyen alternatív vonalon mozgunk, ugye? Szeretünk feldolgozásokat csinálni egész a 60-as évektől napjainkig a saját stílusunkban. Saját stílusunkban, és egyébként az utóbbi időben elkezdtünk saját dalokat is írni, ami remélhetőleg ebben az évben azért most már a saját dalok is kifognak szépen folyni a nagy világba. Ezek még in progress, de már haladunk, és hamarosan valószínűleg hallhatóak leszünk így a nagyvilágban, Magyarországon a nagyvilágban, az alternatív nagyvilágban. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, nagyon élveztük, csodálatos volt. Egyébként kötődünk Bonorhoz, mert... Én törzsgyökeres monori vagyok, és sokáig éltünk Monoron, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük, hogyha ide visszahívnak minket. Úgyhogy nagyon szívesen jöttünk, és szerettük is, imádjuk ezt a közösséget. Igen, csodálatos környék egyébként, annyira közel vagyunk a természethez, és körülvesz a sok zöld. Annyira csodálatos volt, és gyönyörű szép nap volt a mai napon. Szerencsére elkerült minket az eső, szóval hálásak vagyunk azért, hogy itt lehettünk, és elkerült minket az eső. Köszönjük Nagyon szépen. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthful. You keep losing when you ought not buy. You keep shaming when you ought to be changing. Oh, it's fine, it's fine, but you ain't be right yet. These boots are made for walking. That's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Should be playing. You keep thinking that you never get burned. Ha! I just brought me a brand new box of matches, yeah. And what it knows you when it's time to learn. These boots are made for walking. That's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over. Sziasztok, Szilu vagyok, ez lehet, hogy monori füleknek nem annyira ismerős név, Debrecenbe jöttem, egyébként ott sem annyira ismerős név, egy kulisszatitkot eláruljak.
egy akusztikus gitáron szoktam így zenélgetni, általában a szólóban úgy szoktam így definiálni, hogy indie vagy akusztikus alternatív zene, és láttam Debrecenből, hogy lesz egy ilyen lehetőség itt Monoron, és sose jártam még itt, és azt gondoltam, hogy akkor itt a lehetőség, és hál' az ének összejött, és azt kell mondanom, hogy egyébként csodálatos környezetben vagyunk nagyon jó arcemberekkel, úgyhogy igen, hogyha esetleg felkeltettem az érdeklődésed, akkor hallgassam, Spotify-on, YouTube-on, meg mindenhol ott vagyok, úgyhogy igen. Engem Szirónak hívnak, egészen Debrecenből jöttem ide most hozzátok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek. Ez egy nagyon csodálatos kis vidék, sose voltam még itt. És hát az a helyzet, hogy a következő fél órában saját dalokat hoztam, amiket így nem tudom, otthon megírkáltam a kis szobám magányába, így magamnak. És ezekből hoztam most nektek egy csokrot. A következő dalnak egyébként az a cím, hogy Tegnapi. És egyébként ez így nagyjából igaz az összes dalra, hogy kicsit ilyen személyesebb jellegűek, ilyen saját tapasztalatokból vagy élményekből íródtak. És a következőnek igazából az a jelentése számomra, vagy arról szól, amit szerintem mindenki átél, folyamatosan majdnem mindenki ebben van, hogy így kergeti saját magát, de nem éri utol. Úgyhogy, most kedves Marci kollégánknak megkérem, hogy egy kis átjátszó szöveget nyom, vagy hangot nyomjon be, mert áthangolok, és az kínos lenne így csöndbe, úgyhogy, utána jön a Tegnapi. Túl sok időt töltött, hogy száraz legyen. Itt áll az ajtóban, ledobja magát. Nagyon sajnáljam, de az ág is húzza már. Lerólam a göncöt, én rá segítek. Soha értek egyet és összesüppetek. Látom, hogy megijedt, mert inkább megáll. És széket keres, hogy megvárja magát. Azóta is nálam, lámpaoltásig maradhat nálam. De ők már elkészültek, cipők a nálad a kezükben. Néznek rám, hogy mit csinálsz, és mondhatnád, hogy mit kívánsz. És nem hiszik, hogy elviszik a mondatom, ha kérdezik. Köszönöm szépen! Sziasztok! Mi vagyunk a Papírhold zenekar. 2 éve működik a zenekarunk gyakorlatilag, és saját számokat játszunk, magyar nyelvű dalokat. Szép jó estét, és közben hangol a másik zenekar. Úgyhogy ilyen, nagyjából érzem, ilyen popos, folkos vonalon mozgunk, úgyhogy hogyha szeretitek ezt a vonalat, akkor nyugodtan keressetek ránk YouTube-on, Papírhold zenekar néven vagyunk fent, úgyhogy nagyon örülünk egyébként, hogy itt lehettünk, mert ez az első alkalom, hogy szabadtéri színpadon játszhatunk, vagy játszhattunk, mert eddig mindig zárt térben, kisebb kocsmákban léptünk fel, úgyhogy ez most nekünk egy ilyen tök jó szintlépés, úgyhogy köszönjük szépen nagyon a lehetőséget. Jöttünk át. Mi vagyunk a Papírhold zenekar. Köszönjük, hogy végighallgattátok a beállásunkat. Mi kicsit többen vagyunk, úgyhogy picit nehezebb, de semmi gond. Mivel időszűkében vagyunk, ezért nem húznám tovább az időt. Annyit előjáróbb elmondanék, hogy magyar nyelvű saját dalokkal készültünk nektek. Úgyhogy következzen az Abbától a Dancing Queen. Vicceltem. A 22-22 című számunkkal kezdenénk.
Sziasztok, mi vagyunk a Mókus Band. Itt vagyunk Monoron, ebben a gyönyörű tájban, a Pince Zene Fesztiválon. Nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Nagyon jól érezzük magunkat. Szuper a hangulat. Minden fantasztikus. Magunkról annyit szeretnék mondani, hogy Kárpátaljáról jöttünk át 2 éve. Azóta vagyunk itt Magyarországon. Hát hál' Istennek jól fogadtak minket szeretettel segítőkész emberek, és reméljük, hogy a továbbiakban is számíthatunk majd a közönség együttérzésére, támogatására, és még nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a szervezőknek, hogy legyen több ilyen fesztivál, amin részt vehetnek fiatalok, idősebbek, bárki, aki szeretné bemutatni magát. A tehetségét, igen. Hát úgy hallom, nincsenek itt szerelmesek, mert nem jött be ez a nóta nekik. Köszönjük szépen! Folytatjuk ebben a hangulatban, van itt egy ilyen kis dalocska, ami úgy született tulajdonképpen, hogy eszembe jutott, hogy kellene egy olyan dalt írni, amiben minden szó mondjuk valamilyen betűvel kezdődik, és hát ki is alakult egy ilyen kis szöveg, ilyen 90%-ban ebben a kis dalban minden szó ez betűvel kezdődik, mert hát olyan ez a magyar nyelv, annyira gazdag és gyönyörű, hogy ezt így meg lehetett így komponálni. Tehát szerelmes dal következik, szeretnélek szeretgetni, ez betűje. Yeah.
Szeretettel üdvözöljük a kedves nézőket, mi a Csoma Petrik Band vagyunk, Csoma Zoltán és Petrik Balázs személyében. Nagyon örülünk, hogy itt lehettünk, és adhattunk valamit ehhez a mai szép estéhez, és reméljük, hogy nem utoljára nyilvánultunk meg itt a Monori Strázsahegyen és máshol. Köszönjük szépen még egyszer a lehetőséget. A most következő dalunk, egy most született, ugye, hát körülbelül 40 éve, el kell, hogy mondjuk őszintén. Én a dalain nőttem föl az úriembernek, hogy Korda György, sejtetitek, hogy miről van szó. Rengeteg repülő száll föl, most is, és úton van, és a repülőnek a érkezési és indulása helye a reptér. Ezzel kezdünk most, fogadjátok sok szeretettel. Sok jó száma van. Ugye az ember úgy van az életben, hogy valamit megbán, valamit nem bán. Hát. És a következő dal, egy ilyen szerelmes dal, arról fog szólni, hogy akkor voltam bolondin. Szép
What?